Somoskőújfalu és Pétervásárra után Füzesabonyban is barna medve járt. Kett hajnalban tűnt fel az állat a város egyik forgalmas utcáján. Itt látta meg Meleg Vilmos is, aki éppen munkába indult édesapjával. A kis utcáról fordultunk ki, és jobbra nézve megláttam egy medvét. Visszafordultunk, utána mentünk, sétált egy darabig, utána bemászott egy kerítésen. Lefényképeztem, szembelévős autó megállt, megkérdezte, hogy mi volt, mondtuk, hogy medve, utána ment. Ez az a kerítés, ahol átmászott az állat. A deszkákon jól láthatóak a karomnyomok, ahogy felkapaszkodott rajta. A medve valószínűleg ezen az udvaron keresztül jutott át a Petőfi útra, ezeket a felvételeket pedig már a másik autós készítette. A mellék utcában igazán nagy riadalmat keltett az állat. A hajnali órában volt, aki az újságot vitte be, volt, aki éppen munkába készült, mint például Kerekes Nébúzás Ildikó férje is. A férfi azt az autót várta, ami munkába viszi, majd meglátta a medvét. Aztán hát szegény, ő is annyira megijedt, ugye, hogy hát nem tudott mit csinálni, muszáj volt előle elszaladni. És ugye közben a párom ő nézte, bemászott a medve ide a szomszédékhoz is. Utána meg bejött szólni nekem, hogy hívjam a rendőrséget, mert hogy itt van egy nagy medve. Aztán hát én mondtam neki, hogy ne viskedj már, hát én nem hiszem el. Azt hittem, hogy rémeket lát. Aztán ahogy én is kijöttem, ugye már akkor már többen is voltak kint, és akkor már körülbelül már az utca közepe felé járt a medve. A rendőrök a település határai követni tudták az állatot, ami kár irányába távozott. Komkötő Péter, a Bükki Nemzeti Park igazgatósága zoológus szakreferense elmondta, a Káli Vadásztársasággal egész nap követte ezeket a nyomokat. A Szántókon keresztül az M3-as vonalánál zajló építkezésnél találták a legtöbb nyomot. Feltételezik, hogy fiatal állat lehet. Tehát egy óriási távolságot tesz meg egy-egy ilyen állat ilyenkor. Ez a májusi, júniusi, alapvetően nyári időszak elejére teendő időszak, ami az ő teritorium keresési időszakuk, pár keresési időszakuk, és nyilván ez mint ősi ösztön hajtja őket, és ilyenkor tényleg nagy távolságokat tesznek meg. A szakértő valószínűleg tartja, az állat vissza fog fordulni észak felé, arra viszont felhívta a figyelmet, ha a lakott területen találkozunk medvével, mindenképpen kerüljük előtt, ne fussunk el előle, hanem lassan, araszolva haladjunk hátra.